Jó estét kívánok, Földi Kovács Andrea vagyok, ez pedig a napi aktuális. Javában zajlik a 28. Bálványosi Szabad Egyetem és Diáktábor. Előadások, koncertek és kulturális programok tucatjai követik egymást Tusnádfürdőn. A magyar kormány és kormánypártok számos politikusa tartott már előadást és vett részt pódiumbeszélgetésen. A miniszterelnök Orbán Viktor szombat délelőtt tartja már hagyománnyá vált beszédét, amit itt az Echo TV-ben élőben közvetítünk majd. Ma esti műsorunkban négy a helyszínen készült beszélgetést láthatnak. Nyilatkozott műsorunknak a miniszterelnökség parlamenti államtitkára Csepregi Nándor, Táncos Barna az RMDS szenátora, Tőkés László református püspök és európai parlamenti képviselő, de elsőként tekintsenek meg egy beszélgetést Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke és Kónya Imre, az MDF volt politikusa részvételével. Vendégem Kónya Imre, MDF-es politikus, és Gulyás Gergely, a parlament alelnöke, a Törvényalkotási Bizottság elnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívást. Jó napot kívánok. Az apropó pedig, amiért ma itt beszélgetünk, az, hogy Kónya Imrének megjelent egy könyve a rendszerváltásról, személyes, aminek a beszélgetését Gulyás Gergely moderálta. Személyes visszaemlékezésről van szó, vagy egy történeti feldolgozásról, milyen szempontból? Nem akartam történelem könyvet írni, hanem sztorikat akartam leírni, mert azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy történelmi dolog volt az egész rendszerváltás, de az emberekhez csak úgy lehet eljuttatni, hogyha emberi történetek vannak. Egyrészt az volt a célom valóban, hogy közel hozzam az emberekhez magát a rendszerváltást. Másrészt az volt a célom, hogy írjam meg a rendszerváltás embereit, akik részt vettek ebben az egészben. 500, több mint 500 embert szerepel a névmutatóban. És én fontosnak tartottam, hogy ők megmaradjanak az emlékezetben. Politikai teljesítményként 27 éve elteltével hogyan értékelhető a rendszerváltás? Szerintem mindennapjainkat az határozza meg, hogy egy független, szabad és demokratikus Magyarországon élünk, ahol 4 évente a választók döntenek arról, hogy kialakít kormányt, ahol az alapvető jogai a polgároknak biztosított, és hát ha meg itt vagyunk Tusnádfürdőn, akkor arról sem szabad elfeledkezni, hogy a nemzetpolitikában a rendszerváltozás milyen fordulatot hozott, és azt hiszem, hogy a polgári kormányok e tekintetben következetesek, tehát a Antal miniszterelnöknek a lélekben 15 millió magyar miniszterelnökeként öndefiníciója után a kettős állampolgárság megadása, a választójog kiterjesztése, és egyáltalán az egységes magyar nemzet fogalmának először a státusztörvényben, majd most már az alkotmányban van való megjelenése. Ez szerintem egy olyan nagy teljesítmény, amiatt jó érzés itt lenni Székelyföldön, és amiatt valóban úgy érezheti az itt lévő több mint 10 000 székely magyar, és a anyaországból érkezett több mint 3 000 magyar, hogy egy közös nemzet tagjaiként van jelen egy ilyen eseményen. Amikor önök belefogtak, hogy Antal József belefogott a rendszerváltásba, megalakult az ellenzéki kerekasztal, meg a lakitelek létrejött, akkor volt egy víziójuk arról, hogy mondjuk 2017 júliusában milyen Magyarországon szeretnének élni? Azt gondolom, hogy volt. Tehát nekem fogalmam sem volt arról, hogy milyen egy demokratikus parlament. Semmilyen tapasztalatom nem volt, de Antal József pontosan tudta, hogy működik ez az egész. Tehát azt gondolom, hogy a magyar demokráciának egy nagyon nagy ajándéka, hogy az első miniszterelnök Antal József lehetett. Ő mindent tudott. Pontosan tudta, hogy kell ezt csinálni. És az is óriási dolog volt, hogy bekerült a világpolitikába, és nem arról szólt a történet, hogy jön egy forradalmár, aki berúgja az ajtót, hanem úgy, hogy jött egy olyan ember, akit úgy megnéztek a nyugati államok vezetői, és azt mondták, hogy nocsak, hát ez körülbelül olyan, mint mi vagyunk. Hát egy kicsit okosabb, egy kicsit műveltebb természetesen, de ezért nem haragudtak rá igazán. Tehát nagyon-nagyon fontos volt Antal Józsefnek a szerepe, és az én könyvem az nem rólam szól.
az elsősorban Antal Józsefről szól, persze rólam is nyilván, mert én írtam, és az én emlékeim vannak ebben megőrizve, de elsősorban Antal Józsefről, és nem szabad megemlékezni, vagy nem említeni meg Szabad Györgyöt. Mert két ember volt, aki szerintem ezt a rendszerváltozást fazonírozta. Antal, meg Szabad. Foglalkoztatja ez a, mondjuk a mai kormánypárti politikusokat, az a felelősség, ami azzal jár, hogy az MDF örökségében kell az országot vezetni? Természetesen tegnap ezen a beszélgetésen Hunyadi mellett Németh Zsolt vett részt, és pont Németh Zsolt mondta azt, hogy azt nyugodtan ki lehet mondani 27 év távlatából, hogy az nagy szerencséje az országnak, hogy a rendszerváltozást követően az első demokratikus kormányt Antal József alakította. És ilyen értelemben egy első kormány az erényeivel és hibáival is mércét ad. És hála jó Istennek, itt szerintem sok az erény, és ez ma már tisztán látszik, és kevés volt a hiba vagy a hiányosság. Könnyű vagy nehéz inkább az embernek a barátairól írni, mint politikusokról? Hát a könyv az a barátaimról szól, meg az ellenfeimről is. Azt mondta Gyarmati Gyuri barátom, aki egy akadémikus történész, hogy hát azért az kétségtelen, hogy a szereplőidnek egy része az a biográfusoknak nem fogja átadni ezt a könyvet, mint hivatkozási alap. De ezzel együtt én azt gondolom, hogy szeretettel írtam meg az összes szereplőt. Mert minden szereplőnek megvolt a meghatározott szerepe. És én borzasztóan örülök annak, hogy azon kívül, hogy részt tudtam venni ebbe az egészbe, még a Jóisten azt is megadta nekem, hogy meg tudtam írni azt, ami itt történt. Mert és biztattam ennél a beszélgetésnél Németh Zsoltot is, aki óriási dolgokat mondott el, és nagyon sajnáltam, hogy ezt nem tudtam előtte, mert beírtam volna a könyvembe, és mondtam a Zsoltnak, hogy neked is meg kell írni a történeteket. Mindenkinek meg kell írni a történeteket. Antal egyszer azt mondta egy ilyen frakcióülés után, amikor visszaemlékezett a régi dolgokra, hogy egyszer majd szólni kell ezekről a dolgokról, hogy minél kevesebb hazugság maradjon az emberek agyában. Én ezt megcsináltam. Ha önnek lenne egy olyan jogosítványa, hogy most élő, nem élő rendszerváltásban részt vett politikusok közül mondjuk a parlament padsorába beültethetne néhányat, ki lenne az, akit ön ellenzékieket, kormánypártiakat is mindenképp szeretne ott látni? Sokan lennének, és nem azért nem említek neveket, mert nem mondanám szívesen, hogy hát milyen jó lenne, hogyha az ember mondjuk még Szabad György felszólásait hallhatná a mai Magyarország gyűlésben, de azt tudomásul kell venni, hogy a politika mindenhol a világon alapvetően megváltozott a 90-es évek elejéhez képest. Nagyon kevés az önsúlyos politikus, nagyon kevés olyan egyéniség van, ami a 90-es években nem csak a magyar parlamentet, de egyébként az európai politikát is jellemezte. A parlamenti viták ma már egyre inkább sőt mondhatni, hogy kizárólagosan a kifelé történő kommunikációnak az eszközei, és szinte mindenki letett arról, hogy meggyőzze a másikat, a másik igazának elismerése pedig már ennek a politikai kultúrának végképp nem része, de hozzáteszem, ez nem csak Magyarországon következett be ez a változás, hanem sajnos mindenhol a demokratikus világban. És ezért aztán sok olyan nagy egyénisége a 90-es éveknek, akik Magyarországon akkor meghatározták a parlamenti vitákat, ma nem tudna részt venni a mai magyar közéletben, ezt szomorúan ki kell mondani, mert azt a fajta nyelvi, kulturális igényességet, történelmi tudást, korszakos látásmódot, ami sokakat jellemzett az első országgyűlésben, azt nagyon-nagyon nehezen tudná a mai magyar közélet megemészteni, és szerintem nem biztos, hogy meg tudnák előképpen becsülni. Egyetért ez a megállapítás? Hát, ehhez két dolgot szeretnék hozzátenni. Egyrészt az, hogy azért vannak még olyan politikusok, itt áll mellettem például Gulyás Gergő barátom, aki ugyanezt az iskolát képviseli a mai viszonyok között, ami nem könnyű helyzet természetesen. De egy másikat is szeretnék még mondani, hogy én ezt a könyvet azért írtam meg, hogy mutassuk fel azt az értékrendet, ami lehetséges, hogy azt mondják, hogy ma nem aktuális, vagy a Gergő is mondta,
hogy ez ma már nem érvényesül, ez nem nyerő. De azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy beszivárogjon a mindenkori politikába az, amit mi lehet, hogy naív módon, de őszintén képviseltünk. Ugye a politikusok mindig értékekről beszélgetnek, és mindig a maguk értékeit állítják be pozitívnak. Miért gondolja azt, hogy teljesen kiveszett az egymás meggyőzésének a lehetősége a magyar politikában? Ezt tapasztalom sajnos. Tehát a helyzet az az, hogy... De ugye benne van az is, hogy önt sem lehet meggyőzni. Igen, tehát én nem akarom magamat jobbnak láttatni, mint amilyen az a kor, amiben a közéletben én is részt veszek. Azt kell mondjam egyébként, hogy hála jó Istennek, nagy szerencséje a magyar demokráciának, hogy a rendszerváltó politikusok közül éppen a Fidesz soraiban mai napig nagyon sokan aktívak. Ha belegondolunk abba, hogy 4 olyan országgyűlési képviselő van, aki 90 óta tagja a parlamentnek, Németh Zsolt, Kósa Lajos, a miniszterelnök és a házelnök, akkor láthatjuk, hogy mai napig meghatározó szerepet játszik az a néhány politikus, aki rendszerváltó politikus, és szerintem ez éppen azért van, mert értékekről a politika mindig is beszélni fog, de értéket hitelesen megjeleníteni az nem olyan könnyű. És azok, akik a rendszerváltozásban részt vettek, sőt, akik egy diktatúra idején küzdöttek a magyar demokráciáért, azok ezeket az értékeket valóban hitelesen tudják képviselni, még akkor is, amikor egyébként olyanok, akik soha nem éltek diktatúrában, vádolják ma az európai szintéren a diktatúra időszakában a demokráciáért harcoló politikusokat diktatórikus hajlammal és valamilyen autoriter rendszer kiépítésével minden alap nélkül, egyébként felháborító módon. Önben felmerül néha az igény vagy a vágya arra, hogy mondjuk most, ha lehetne, akkor bemenne a parlamentbe, interpellálna, vitatkozna? Nem, ez föl sem merül, mert a Gergő itt nagyon idealisztikus képet festett arról, hogy a régi fideszes politikusok hogy vettek részt ebben az egészben. Az egész más világ volt. Tehát azt gondolom, hogy mi mindenkor mindig azt mondtuk, amit gondoltunk. Ma ez már másképp van, még ezek a antalista politikusok, akik Gulyás Gergőt ide sorolom, még őnekik is valahol kicsit időnként más kell mondani, amit gondolnak. Én azt hiszem, hogy mi egy ilyen kegyelmi időszakban voltunk parlamenti képviselők, és ez a kegyelmi időszak valószínűleg nem jön vissza. De az, hogy ez a kegyelmi időszak és az az értékrend, amit mi képviseltünk, az valahol besugározzon, vagy mit tudom én, mit csináljon be, a mai magyar közéletbe is, az szerintem közérdek. Öntsünk tiszta vizet a pohárba. Ön elégedett a mai magyar politikai közélettel? Nem, én abszolút nem vagyok elégedett. Gergely? Közélet állapotával szerintem nem lehetünk elégedettek, tehát az eddig beszélgetésből is kiderült, hogy valóban az, hogy politikai vitákat normális keretek között tudjunk lefolytatni, ez szinte lehetetlen, mert látható az a szándék, és kerültük a direkt pártpolitikát, de most nem tudok egy nem direkt pártpolitikai megjegyzést tenni, hogy az a szándék az ellenzék részéről, hogy hiszterizálni kell a közéletet. Tehát ma már a hír az csak az, ami valamilyen borzalmasan durva megjegyzést tartalmaz, valamilyen durva minősítést, és amilyen az adjon Isten, olyan a fogadj Isten, tehát ez meglátszik a közéleten, de hogyha mondjuk megnézzük a 2016-os amerikai elnökválasztási kampányt, akkor még kihúzhatjuk magunkat, nem mintha akadémiai viták lennének nálunk. Kónya Imre rendszerváltásról írt könyvéről beszélgettünk a szerzővel, és Gulyás Gergelyel köszönöm, hogy itt voltak.